Sziasztok! Szeretettel köszöntelek benneteket. Én Varga Eszter vagyok, családminták felkutatásával foglalkozom, illetve abban segítek a hozzám érkezőknek, hogy kitaláljanak azokból a karmakörökből, amiket egyedül lehet, hogy fel sem ismernek, hogy létezik, hogy bennük van. Ezért a tudattalan elmékbe viszem el azokat az embereket, akik eljönnek hozzám, feltárjuk azt a nehéz karmát, ami ott van. És aki pedig komolyan gondolja a változást, annak pedig tudást és technikát is adok hozzá. A programjaim mind erről szólnak. A Tudatosság Tudománya workshopom lesz január 13-14-15-én, ott tudást és eszközt is adok át azoknak, akik szeretnének egyedül otthon karmát oldani. Nagyon-nagyon fontos tudás és nagyon-nagyon magas tudatossági szint. Ez, ahova én hívlak bennetek, ez egy nagyon erőteljes önismereti lépcsőfok. Lehet nálam olyan konzultációt kérni, én mindig ezt javaslom elsőnek, a start konzultációt, ahol megmutatom, hogy milyen energiák vannak benned, mikor éled meg önmagad magas szinten, alacsony szinten, illetve hogy most milyen feladataid vannak, mi az, amit vállaltál ebbe az életedbe, milyen karmikus kötések vannak az életedben, és utána pedig a tudattalamba viszlek el benneteket. Ezután pedig van még több konzultáció félém, ahol csak karmaoldás van, illetve információt is adok hozzá. A mai téma, amit hoztam nektek, megszokhatjátok, hogy naponta készülök számotokra videóval, hogy új tudatszintre tudjatok kerülni. Azok, akik jönnek velem az úton, azoknak tudjak adni segítséget. Tehát a mai téma az ugye a megbocsájtás lesz, a megbocsájtás ereje, és valójában én invitálni is szeretnélek benneteket a megbocsájtás ereje című kurzusomra, ami december 5-én lesz, és nagyon-nagyon fontosnak érzem, hogy megértsük, hogy mit is jelent a megbocsájtás, hiszen enélkül nincs erő, nincsen valódi tett erő, folyamatosan jönnek a nehézségek az életünkbe, és csak aki ismeri ezt a magas tudatosságot, az tud a saját erejében maradni. Ugyanis jelen pillanatban a legtöbb ember még nagyon-nagyon önösen gondolkodik, és a pillanatnyi sikerért feláldoz mindent. Ezzel azt szeretném mondani, hogy sokan nincsenek azzal tisztában, hogyha például eljönnek hozzám, akkor nem csak, hogy látom egy karakterből a szándékukat, a hozzám való viszonyulásukat, hanem ott a konzultáción is, hogy mi az, ami bennük van, hova szeretnének eljutni. A mesteremtől tanult módszer szerint engedem, hogy mindenki a szabad akarata szerint úgy tegyen, ahogy neki megfelelő, ugyanakkor nyilván én is védem magam attól, hogy hát szennyes minőségben elkapcsolódjak be. Ez ugye azt jelenti, hogy a legtöbb ember, mivel még nincs annyi tudatszintje, ezért megszokta, hogy kizsákmányolja a kapcsolatait, és megszokta azt, hogy mondjuk jó kommunikációval, egymás mögé rakott szép szavakkal szépen eléri, hogy minden és mindenki úgy mozogjon, ahogy azt ő szeretné. Na most, ha ezt megteszed a szüleiddel, a barátaiddal és mindenkivel, velem is megteheted, de tudnod kell azt, hogy a pillanatnyi sikernek az érdekében engem elveszítettél. És hogyha neked van már gyereked, akkor pont ugyanígy fogod őt is elveszíteni minden egyes olyan pillanatban, amikor a gőgöd, amikor az a fajta minőséged, hogy te mindent megengedhetsz magadnak, az arra sarkal téged, hogy kihasználd a pillanatot, az embereket, és mindent elvegyél, ami számodra és neked megfelelő. Na most, aki érti ezt a megbocsátás erejét, aki alkalmazza a mindennapokban a legnagyobb biztonságot, vagyis a megbocsátás kérés állapotát, az egyrészt visszanyeri a saját erejét, és megérti a körülötte lévő helyzeteket és embereket. És nem szeretné őket megváltoztatni, csupán hátra lép tőlük, és azt mondja, hogy volt lehetőséged a szabad akaratoddal azt kezdeni, amit szerettél volna, te egyszer-kétszer ugyanúgy oda tetted a szabad akaratodat, ahogy korábban vagy másokkal tetted, ezért én is hátra lépek tőled. És ugyanígy fog a gyermeked, és ugyanígy fog az is veled viselkedni, aki alá tartozik, illetve hát csinálhatod a köreidet, de
Az a baj, hogy egymást így tartjuk fogva, és emiatt nem tudjuk használni a saját erőnket, hanem egymásnak a fogjai vagyunk, és minél rafináltabb valaki, annál több áldozatot tud magának becserkészni. Nagyon nagy tudatosságra van ahhoz szükség, hogy ezeket átlásd, ezekből a mintákból kigyere, és felülírd azt, ami benned van. Ehhez alázatra van szükség, és ezért mondom mindig, hogy a szüleinknél kezdődik, a szüleinknél és a tanárainknál kezdődik az a fajta alázat és hit bizalomnak a kialakítása, amit aztán a külvilágba is el tudunk vinni, mert ha ő irántuk nem érezzük azt a fajta alázatot, tiszteletet, amivel mi is sikerre tudunk jutni az életünk más területén, akkor bizony nincsen változás. És vannak olyanok, akik ugye azt szeretnék, hogy ezekkel a különös technikáikkal, amik ugye bennük vannak, ezekkel, tehát mondjuk jó kommunikációs képesség, vagy bármilyen olyan technika, amivel eddig mindig mindenki tudtak becserkészni, az most is működne. De eljön az a pont, amikor szembe kell néznünk azzal, hogy mit is csinálunk. És minél előbb megtörténik, hogy szembenézünk azzal, hogy mit csinálunk, annál gyorsabban megtörténik a változás. És az, aki felismeri a mintáit, és kijut a mintáiból, tehát ez azt jelenti, hogy nem hat már rá az a mintarendszer, ami korábban. Csinálhat bárki vele olyat, mint előzőleg, és az neki fájdalmat okozott, és a sok-sok gyakorlás következtében ugye megszűnik az a fajta fájdalomérzés, amit egy-egy ember okoz a nehéz viselkedésével, akkor bizony kikerültél egy-egy karma körből, és ennél felszabadítóbb nincsen, ennél jobb nincsen. De addig, amíg ide elérsz, addig nagyon sok emberrel találkozol, aki a pillanatnyi sikerért el fogja adni a kapcsolatodat. Tehát a közös kapcsolatot föladja azért, hogy ő pillanatnyi sikerhez jusson. Ez a karmáinknak a része, ezt meg kell érteni, és el kell fogadni, és ezeket az embereket el kell engedni. Lejárnak a karma körök, és vígan megyünk tovább. Ugye azt többször hangsúlyozom, hogy egy karma jóginak nem lesz könnyebb az élete, hanem megkönnyíti az életét. És a karmáinkon ugye dolgozni kell, tehát ez azt jelenti, hogy egy más tudatszintben vagyunk jelen az emberek részére. És hogyha sikerül ide eljutnod a tudás által, mindegy, hogy honnan szerzed a tudást, én azt gondolom, hogy aki engem hallgat, az már készen van arra, hogy kapcsolódjon ehhez a magas tudatossághoz. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez nagyon nagy önismereti lépcsőfok, amikor teljes felelősséget vállalunk azért, ami a terünkben történik, és nem hibáztatunk, hanem ellépünk, tovább lépünk onnan, ahol még mindig nem a kölcsönösség, az együttműködés az az, ami előre viszi az embereket, hanem marad a játszmázás és egyéb furcsaságok, úgyhogy ez a teljes felelősségnek a tere, ahova én hívlak benneteket. Ez egy nagyon szabad és örömteli, áldásokkal teli élet, ahol körülbelül úgy érezheted magad, mint az érmék királynője. Az érmék királynője látszik, hogy maga biztos, stabil, a földön áll, és érzelmileg abszolút kiegyensúlyozott állapotban van. És ez azt is jelenti, hogy tudja, hogy ő neki bősége van. És ebből a bőségből bármikor tud másoknak adni. Ugye az akasztott ember lap is azt mutatja, hogy egy teljes perspektíva váltásra van szükség, egy 180 fokos fordulatra ahhoz, hogy kijussunk a nehéz helyzetekből, a karmakörökből, és ne úgy fogjuk föl, mint valami Isten csapása azokat a helyzeteket, amik jönnek az életünkbe, hanem egészen más tudatszintből figyeljük meg őket, mégpedig a Kelhe királynője minőségből, ami azt jelenti, ugye,
hogy látszik, hogy fentről kapja a fényt, fentről kapja a szeretetet, és benne ül a vízben. Tehát magyarul az érzések ott vannak benne, az intuíció ott van benne, látja másoknak a viselkedését, másoknak a közeledési szándékát, és nem ragad bele, nem áll meg ott. Ez ugye nagyon fontos megérteni, hogy attól függ, hogy te hogy érzed magad, hogy mit döntesz, hogy mennyi tudatszinted van, mennyi szeretet van benned. És ha feltérképezed a családi mintázatodat, például a megbocsátás erejével, vagy karmikus forrásemlék tisztítással naponta dolgozol magadon, akkor el tudsz oda jutni, hogy megérted az embereket, megérted a viselkedésüket, megérted, hogy olyan tudatszinten vannak, ahol vannak. Valójában egy szülőnek is így lenne fontos viselkedni a gyermekével, hiszen hogyha megérti, hogy az a gyermek a saját kis tudatszintjéből tud reagálni a dolgokra, akkor nem lenne benne düh, harag, agresszió, amikor a gyerek nem úgy csinál, ahogy ő azt szeretné. De ugye, mivel a szülő sem tisztította ki a szüleivel való kapcsolatot önmagából, ezért tele van dühvel, haraggal. Na most, hogyha megszületik egy hambas gyermeki lélek hozzánk, akkor ugye nyomogatja ő szépen a gombokat, és hát ezeket a kis agresszió, kis bűntudat, kis szégyen, kis bosszú, szegény én játszmákat, ugye nyomkodja. És aztán hát ugye ennek az lesz a következménye, hogy ne érezzük a fájdalmat, amit már ugye a felmenőinktől is éreztünk, jól elnyomjuk a következő generációt. Úgyhogy én most mindenkit arra bíztatok, hogy ismerje föl a mintáit, ismerje föl a megbocsátásnak az erejét, a megbocsátás kérésnek az erejét, és egy olyan új tudatszintre kapcsolódjon, ami semmilyen sem módon segít kiemelkedni azokból a karma körökből, amikben benne van, és el fognak távolodni azok az emberek az életedből, akik pillanatnyi sikerért föladták a kapcsolatot. Nem az együttműködést választják, hanem visszahúzódnak, szívják az energiát, fekete lyukként viselkednek, számtalant el tudnék mondani, ki fognak kopni. Tehát, hogy kipörgeti a karma ezeket az életedből, és tovább tudsz haladni a saját erőddel, és a kölcsönösség jegyében tudsz létezni az emberek között, és ez nagyon-nagyon jó érzés. Úgyhogy, ha valaki érzi a hívást erre a magas tudatosságra, arra, hogy megértse, mi miért van az életében, és kész arra, hogy egy tágabb perspektívából fedezze fel azt, ami benne és körülötte van, azért, hogy még több megnyugvást kapjon, akkor azt szeretettel várom egyrészt egyéni konzultációra is, másrészt pedig az összes programomra. A megbocsátás ereje lesz ugye 5-én, év végén, tehát december 30-án lesz egy kolláskészítő workshopom, ide is nagy szeretettel várok bennetek, ez ingyenes lesz. Meditálunk, elkészítjük a jövő évi kollásunkat, mindenki önállóan otthon, és aztán újra kapcsolódunk, és irányt adunk a 2023-as évünknek, nagyon különleges és előre mutató lehetőség azoknak, akik tudatosan szeretnének élni, tehát valódi változást szeretnének az életükben, hogy haladnak, hogy tesznek, hogy csinálják, és mindezt úgy, hogy békében, szeretetben és egymást támogatva haladjanak, ez nagyon különleges így élni és így támogatni egymást. No, és akkor januárban pedig a tudatosságtudományi workshopom lesz. Január végén indul egy női kurzus, mintáiból felszabadult valódi szeretetbe érkezett nő címet adtam neki, és tényleg arról szól, hogy ismerjük fel a mintáinkat, és jöjjünk ki belőle, mert hogy van lehetőség rá, és semmi más nem kell tenni, mint alázat, hit és szorgalom. Az az, ami oda vezet, hogy kiussunk belőle. No, mindenkinek szép napot kívánok, és kívánom, hogy találkozzunk egy következő videóban is. Sziasztok!